Üdvözlök ismét nagy szeretettel mindenkit, ez itt a Kotor végijátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ott hagytuk abba, hogy egy igen fontos, lényeges dolog történt meg az életünkben, az pedig nem más, mint hogy megkaptuk a fénykardunkat, és a Jedi kódot is, hát mondhatni, hogy felmondtuk a leckét, ugye megtanultuk a legfontosabb tanításait, és megismertük. Lényeg az, hogy ha minden igaz, az utolsó fázisában vagyunk a Jedivé válásnak, Jedi tréningünknek, ami pedig értsem, nem más, mint a repülőráját levadászni, de jó, nem csak vicceltem, mint az, hogy a Dantuinon levő sötét erő által megfertőzött kis ligetben rendet rakjunk, így nagyon finoman összefoglalva és így tömören. Először jöttünk ki ide a hát ilyen kis hátsó kertbe, udvarba, nem tudom, hogy micsodába, Dantuinon, ugye a training center mögött, úgy mondjam. Most végre kicsit a felszínen is körül tudom nézni, el is indulok, lássuk. It is good sometimes to stop and reflect on the beauty of nature. Néha jó, ha megáll az ember, és nem tudom, csodálja kb. A természet szépségét, stb. Nem hiszem, hogy találkoztunk el, és kicsit eltérlek figyelmen, nevem Némo. Segítetek-e bármiben? Hát az első válasz, hogy hát a tanács adott nekem egy feladatot, hát mondjuk az elég béna kezdésnek tűnik, de mindegy. Kérdésem van a Dantuinnak kapcsolatban, vagy több, jobban meg szeretnek ismerni, vagy pedig mennem kell. Hát kezdjük ezzel a bénasággal, hogy hát a tanács adott valami feladatot nekem. És hát, hogy mit szeretnék, ugye? Mit szeretnék tőle, kb. Igen. Mit tudsz erről a nem is tudom micsodáról? Gondolom ez a fertőzött ligetszerűség, vagy nem tudom mi lehet ez. Nem mondod róla semmit a tanács? Hát nem. Vagy azt mondjuk, hogy hát annyit tudok, hogy megfertőzte a sötét oldal. Do not be so quick to judge circumstances about which you are ignorant. Not everything. Ne ítélj túl gyorsan, nem minden olyan egyértelmű, mint ahogy azt hiszem. Délkeletre található a mezőkön ez a hely. Figyeljük a cathoundokra, vagy micsodákra. Van más, ami segíthet? Hát ez nem volt valami túl sok info, hogy így mondjam. Van egy kérdésem a Dantuinról. Mit szeretnél tudni? Hogy találok egy boltot? Két bolt van itt. Az Aratek nyitott egy általános ilyen kis boltot, kb. Mondhatjuk, meg egy droid facility-t. Szerintem már ezeket láttam. Igen. Egyéb. Mesélj magadról, kicsit több szeretnél tudni róla. Jó van? Ó, hát igazán kb. Zavarban van, mit szeretnél tudni? Ki vagy te? Ahogy már mondtam, azt hiszem a nevem Némo. Jedi tanács akaratából vagyok itt, ez elég érdekes adalék. Jedi vagy? Igen, ifjú barátom, az vagyok. Sok évig szolgáltam a tanácsot, nagyon sok tanítványt láttam áthaladni itt, vagy hát itt az enklévben, ebben a kis menedékben, vagy nem tudom miben. Tagja vagy a tanácsnak? Mondja, hát talán túl nagy hangsúlyt fektetek itt a rangra és a hierarchiára. Ugyan érthető, de sajnálatos. Mindannyian hasznára válunk annak, amit szolgálunk, vagy nem tudom, hogy mondta, hogy akár magas vagy alacsony rangúak vagyunk. Jó, róla szeretném tudni mondjuk azt, hogy mit csinálsz itt? Jó, az ugyanaz a szöveg. Miért nem tudok róla kérdezni megint? Igen, többet akarok róla tudni. Mi felném az, hogy Némo? Igen, hát elég félvezető ez a fontosság, amit a nevekbe fektettek, vagy nevekről gondolok. Ez minden, nekem és minden más emberek is. Hát a fejébe kéne vésni, a szíve kéne vésni. Köszönjük szépen, ez érdekes volt. Gar és Rilka a következő, szintén jó nevű NPC páros. Nézzük Gart először. Üdvözlök barátom! Azt hiszem, hogy bizonyossággal mondhatom, hogy te a Jedi tanács Jedi rend tagja lehetsz.
tanács meghallgatta már, vagy beleegyezett abban, hogy meghallgassa a petíciónkat? Hát éppen, hogy csak egy tanítvány vagyok, nem egy Jedi. Persze, rátok várnak. Bocsánat, nem tudok róla. Semmit nem tudok erről, hagyjatok békén. Kezdjük az elsővel. Hát én csak igazából egy tanítvány vagyok. Ó, sajnálom, hát tévedtem. A tanács hívatja már őket, kérdezi, hogy kívánja a jelenlétüket. Igen, rátok várnak. Elnézést, nem tudok róla. Nem tudunk róla. Ó, értem. Akkor tévedtem. Hogy segíthetek? Mivel segíthetek? Ki vagy te? Kezdjük ezzel. Nevem Gar. És a Rilka feleségeit. Az északi farmokon élnek. A Cathoundok, ugye ezek a vadkutyaszerű valamik, meg a Mandaloriak már elég nagy problémát jelentenek. Segítséget kértek a Jedi tanástól. Cathoundokat mondtál? Igen, mostanában egyre agresszívabbak. Telepeseket is megtámadták. Mandaloriai fosztogatók. És nem egészen értem azt a valamit. Nem igazán tudja a tanács az mit fog tenni, de kell segítség van szükségük. Csak abban reménykedhet, hogy meghallgatják őket. Dantúiról mit tudsz? A növényes, füves valami. Jó talaja van. Sokan jönnek ide. Sandra az a Matali, ez a két ilyen nagy földműves család. De nem igazán jönnek ki egymással, és Alan azt akarja, hogy a tanács tegyen valamit. Miért? Mi történt? Abban, amit hallottam, ez egy hete kezdődött. Nurik fia, Kasus, egy tehát ilyen régész, minden igaz, archeológus. Azt hiszem, talált valamit, de eltűnt. És Alan fia is eltűnt sen. Senki nem tudja, mi történt. Hát kb. Egyben sivasztatják. Hát igen, hamarosan súlyos a forduló helyzet, ugye vére menőre, úgyhogy a tanácsnak kéne ezt lerendezni, úgy gondolja. Jó, szerintem a lényeget megtudtam. Úristen, azt mondja, hogy az erő legyen veled, ugye? Ugye így kell mondani, az erő legyen veled, hő. Jó, érdekes volt. Jó. Hello. A kedves munkatárs Beverly úgy gondolta, hogy már túl lusta az, hogy nekem egy rendes párbeszéd faragjon. Úgyhogy erős hozom az ablakot, inkább beszélj a férjemmel, mert ő rá több időt szántunk, és ezt az NPC-t kidolgoztuk velem Rilkával ellentétben. Aki egy no-name nőnek indult, de aztán nevet kaptam, de mégsem kaptam párbeszédet és személyiséget. Köszi! Ezeket minden játékba utáltuk, de hát ez van. Te egy John. Jedi vagy? Na, igen, meddig játszottuk ezt a szerepet, ugye, hát hogy ültök biztonságban ott a menedékben, a biztonságban a Mandaloriaktól, meg mindentől, amíg ők itt szenvednek. Első válasz, miről beszélsz? Második, Jedik vagyunk. Amit mi eldöntöttünk, az mindig helyes. A harmadik pedig Mandaloriak. Azt hittem, hogy jól elvertük őket az utolsó háborúban. Miről beszélsz, mondjuk ez? Mandaloriai vadállatok kávé kinyírták a lányomat. Földönkre jöttek Igen, hát hogy a földjükre léptek, és hát nem tudom, mit akartak a Ilsa, szegény, jaj, nem, mit tudom én. Megölték? Második, csak egy idióta mond nemet, amikor egy fegyvert tartanak a fejéhez, vagy az arcába, ugye, szó szerint. Nem próbáltad őket megállítani, hát elég bunkó válaszok igazából, de megölték. Semmit nem tehettem. Túl sok mandalója volt. És a Duros, nem tudom milyen szövetségesei, vagy micsit nem értettem. Azért jött ide, hogy kedves Jedi Mester, állítsd meg ezeket a fosztogatókat, és bosszuld meg a lányomat. Az első, nem vagyok még Jedi. A második, talán... ezt nem egészen értem, hogy hasznossá tehetnéd az itt létemet, vagy valami ilyesmi, nem egészen értem.
Megvédelek téged és a többi telepest. Ezek az állatok, meg fogom őket ölni azért, amit a lányoddal tettek. Te problémáid nem az én problémám, nem érdekelnek. Bosszú sosem egy hát jó dolog, jó, nem tudom. Sosem indokolt, elég hülyén tudnám csak fordítani. Na mit mondjunk? Ezek is ilyen hülye válaszok. Mindig mondjuk azt, hogy nem vagyok Jedi. De a rend tagja lettél. Mindent megadok neked, amin van, de kérlek, töröld el ezeket az állatokat kb. A föld színéről, olyan sok mondat. Jó. Ő? Mr. No Name Jedi? Igen. Oké, na, neki van neve, majd vele beszélni kell. Ezek csak, hopp, random telepes és random Jedi, jól láttam. Így van. Az ilyenekkel nem beszélgetünk, nem adnak questet sem, meg semmi. Kni. Kni, ott egy Kni. Á, igen, Jedi vagy. Hálás vagyok, hogy az embereid kevés kiségét... Micsoda? A titelből mind majd te... Hát, hogy kevés kiségítettek a bajban, vagy nem tudom, de akkor még kezdődik, mit történt veled, de mindegy. Áldozat vagyok, igen. Menekültem a világomból. Amióta a szitek megérkeztek, nem tudom, felfordultak az óceánig, nem tudom mi történt, és ide menekült, de a Jedik megtalálták. Köztesek harcol, de nem nyert, nem is hibáztatja őket, ezért persze szitek erősek, és elpusztítanak nem tudom mit, köszönöm a rendnek, stb. Kellene még valami. Oké. Igen, hát visszaadhatnál valamit akkor ugye hálául, hogy itt megvédtek, mert minden, nem mondok ilyenek. Nem veszek szemét. Ez nem az a karakter. Bár mondjuk, ha már neve van, mentek egyet. Kezdjük egy mentéssel, mondjuk egy egyes. Mai napon ez az a kiadott mentés. Kipróbálom, mit lehetne. Történt veled, igen, törö. Most már akkor visszaadhatnál valamit. Igen, minden, ami maradt igazából, csak a hálája, amit a rend ugye boldogan kb. Fogadott, nem tudom máshogy mondani. Akkor kezdve van rossz pontot? Nem. Hát akkor vele egyelőre legalábbis nem sokat tudok questezni, meg sztorizgatni. Ez is telepes, ez is. Na, aki játszik a játékkal, annak most elárulok egy titkot, mivel Knivel még semmit nem lehet csinálni, itt meg nincsen senki más, ezért gyakorlatilag ezen az alágazáson túl nem érdemes jönni a játékban. Innentől kezdve megszűnik a játék, megszűnik a Dantooine, ez a része, ez egy olyan zsákutca, semmi sincs. Köszönjük szépen, kedves fire designer. Aztán lehet, hogy ez a Kni majd később csinál valamit, nem tudom, nem emlékszem. Meglátjuk. Itt van Elise, és valami Uber masinája is, ráadásul. Üdvözöllek, ifjú Jedi. Azon tűnöttem tudnál segíteni, úgy tűnik elvesztettem a társamat. Ahogy látod, vagy hát ugye érted, na, hát izé. Ki vagy te? A társadat? Vagy elnézést, de nincs erre időm? A társadat? Minden éjszaka dolgoztunk a farmomon, kindolgoztam a kertben, és ő pedig bent dolgozott. Adtam a kintják ház ajtaját, de nem zárult, amikor oda mentem. Nyitva volt kb. Az ajtó, nem tudom. Mindenhol kerestem, nem találtam. Úgy aggódom, nagyon szükségem van rá. Azon gondolkodtam, hogy mi van, ha elrabolták. Lehetséges. Második. Lehet, hogy akár hangok voltak. Nem tudom, az bárki haragosa van-e, vagy nem tudom. Mondjuk a másodikat. Hát a kethoundok nem elég intelligensek, kinyissák az ajtót, de lehet, hogy mostanában már ennyire azok, nem tudom. Valaki kinyitott az ajtót, az lehetett, hiszen zárva is volt. Most, hogy rá gondolok. Tehát akkor valaki betört? Kijátszhatták az árat? Belülről is nyitható? Igen, nyitható. De hát nem voltok arra, hogy elfusson. Az ő programozása... A te eltűnt társad egy droid?
Második, egy droid. Harmadik, azt gondolod, hogy majd én egy valami hülye droid után fogok futkarászni? Hát, egy droid, csak itt simán. Nos, igen, ő egy droid. Egy férfi droid. De nagyon értékes számomra. Ő az utolsó... Igen, darabja, nem tudom, minek nagyon kedves számomra, nagyon különleges. Nem is tudom, mi eszközeink nélküle. Az egyetlen társaságom itt a Dantooine-on. Egyedül élsz egy droiddal. Az első, második... mire is használtad őt pontosan? Ő egy személyi asszisztens. A férje egy zseni volt az ilyen droidok építésében, és ezt az egyet így felruházta ilyen tudással, a szolgáját azért hátlevő részében. Utolsó örökség a férjétől. Vissza kell szereznie. És hogyha... tényleg hiányolja a droidját, ugye? Kérlek, könyörgöm, hozd vissza a droidomat. Jó, segítek megtalálni. Második. Ha belebotlok, akkor visszaküldöm hozzá. Nem érdekel. Én az első, segítek, oké. Okay. Köszönöm, köszönöm, Jedi Mester. Ha megtalálod, kérlek, küldd őt vissza hozzám. Nagyon nagy szükségem van rá. Jó, hát plusz egy quest, köszönjük szépen. Ez érdekes volt, hogy Kárt benyomott egy ilyen kis kommentet. Mi ez? Adum Lark. Üdvözöllek! Igen, csak figyelmeztetek, hogy nem vagy felférve az ördögem, és nem eléggé. Pontosan bemagam, Adum vagyok, egy egyszerű kereskedő, még nemes, sokkal nemesebb ügyjel. Mégis mi lehet az? Na, ez csak nem. Nem tudom mi. Nem minden, hogy van erre idő. Vagy pedig ez a ugye nemes ügyel, vagy mit mondod, hogy milyen ügy vagy. Így van. Na, igen. Hát a telepesek és az emberi nemesek, vagy nem tudom most a noble, hogy az azt jelenti, illetve értéletlen megfertőzöttek, hogy micsoda. És nagyon szomorú látni, hogy ezek az emberek így végzik kb. És ez lett a küldetése, hogy mi is. Csak nem eladni próbálsz nekem valamit, ugye? Vagy miféle küldetés? Ez megoldjam a gondjaikat, meg kell magukat védeniük, továbbá a legkiválóbb minőségű fegyvereket kell nekik biztosítanom a lehető legolcsóbb áron. Itt vagyok hát. Nagyon sok mindenfélét rendelkezésre bocsát nagyon-nagyon alacsony áron. És hát mit szeretnél tőlem a szép napon? Ezt a nagy megmentő dumát előtt, tehát oké. Okay. Nézzük csak, mit adsz el. Van esetleg térképed a területről, vagy pedig kérdeznék. Kérdezzünk. Persze, itt szeretek kérdezni, mit tudsz a mandalai fosztogatókról. Ez egy pestis, egy járványa ennek a világnak, amelyet ki kell írtani tűzzel, vassal. Jaj, most itt a, nem tudom, fegyverből keletkező tűzről beszél meg, mit tudom én. Nem is lehetne jobban. Aha, persze, tehát a fegyverrel lőjük ki őket magyarul, ugye? Persze, van más, csak akarok kérdezni. Mit az a cathoundokról? Félmetes bestiák, ragadozók. Egy olyan veszély, amivel fontosan szembe kell nézni és meg kell küzdeni vele. És hát mi jobb lenne erre, hogy megküzdjünk ez a veszéllyel, mint egy nagyon jó kis blaster pisztoly, amely a legnemesebb, legjobb anyagokból lett összerakva, és meg tudja állítani a Cathoundot is, és nem tudom én hány... igen, ezt most nem érsz, hogy a Cathound, de Dennis Trax, ezt nem érsz, hogy mindegy szakú, de megállítja, és bla bla. Jó, nézzük meg a cuccáját, mert úgy látom, hogy itt addig fog dumálni, még nem nézem meg. 7 plusz 3-as medium armor nem rossz. Cassus Fett Battle Armor. Ez vicces, mert ugye át a fetteket, mint Boba Fett, Jango Fett, mint fejvadász ismerik. Cassus az maga olyan szerintem valami római
Biztos, hogy római hangzású név, de azon gondolkodtam, hogy talán halad azért volt fogalm, nincs, tehát egy császár és volt néven nem tudom, inkább nem mondok más még nagyobb hülyeséget, ami egy, tehát ez egy heavy armor 10-es védekezéssel és elemental resistekkel is upgrade-elhető, tehát megkockáztatom, hogy nagyon-nagyon sokáig a létező legjobb páncél lehetne, amit csak találnék a játékban. Természetesen erre biztos nem lesz pénzünk, az előző is már viszonylag jó, nem lehet upgrade-elni sajnos, meg azért az ára az borsos. Bronzium Light Battle Armor 8 plusz 2-es. Igazából most már mondhatom azt, hogy az, ami nem upgrade-elhető, az minket nem érdekel. Lehet bármilyen jó, megvenni inkább már olyat szeretnék, ami upgrade-elhető is. Úgyhogy ezek bár jó cuccok, de egyelőre kihagyom. Itt van egy ilyen illusztrációként felrakott ilyen... Én csak Ketham-nak fogom mondani, tehát nem baj, nem úgy kell kiejteni, de... Wow, és felém is fordult. Látjátok, milyen értelmes lény. Tudja, hogy vele akartam beszélni. Már csak a szándék volt meg, de... Na. Nem tudom megforgatni, miért nem tudom megforgatni? Ja, mert most be van targetolva a kutya, és gondolom azt akarná leütni, ugye? Ez mondjuk elég egy fura. Na mindegy. Hoppá! És pont volt is valami event. Kedves kis Cathoundom jelzett és rámeresztett három ilyen random ellenfelet. Nagyon szuper, nagyon jó. Nem gondolom itt az elején nagyon ezektől meg kéne ijedni, úgyhogy bízom benne, hogy simán leszedjük őket. Ja, hát meg most már az erőt is tudom használni, srácok. Ó, hát most ide szembe, várjunk csak. Mik vannak itt? Mit tudok én? Na. Ja, még nem tudom használni, csak ezt a gyógyítást tudom használni. A francba. Ja, de már lézerkarmány van. Hát. Az már szinte nem terőt használják. Ó, ez nem is kábult. És már meg is volt. Ez... Jó, ez már esett össze, de még fejbe lőttem is fel. Jó van, oké. Nem vacsa facázik a csapat. Nincs kegyelem. Na, itt egyébként ez ilyen szép füves, meg... be is kapcsolom. Tehát... igen. Szóval elvileg ez ilyen füves, meg ilyen tök jó kis terep lenne, ha nem bugzódna szét az a fű az én kedves Ati kártyámmal. Bár azt gondoltam, hogy ezek a gogyi Ati bugok, ezek már eltűntek, de nem, sajnos nem. Itt vannak, köztünk járnak. Jó, mondjuk ez egy régebbi játék, tehát... még ha modernebbeknél... el is mondja az ember azt, hogy nagyjából kompatibilis mindkét kártyával, ami már eleve egy megkérdőjelezhető állítás, de a régi játékoknál valóban azért volt egy elég sarkos különbség, ahol egyszerűen a kártyával nem vagy alig lehetett játszani játékot, voltak olyan bagok benne, most mondhatnék példákat, de hoppá, mennyi minden van itt. Nem, és miért vannak ilyen sokan hirtelen? És mindegyiket csak csapjam le. Nem hallom bele ők se, ugye? Ezt pedig a támadásban. Jó. Na, most nem is tudom, hogy easy vagyok-e, vagy medium, de egész könnyűnek tűnik most itt a terep. Jó csapat szerintem ez a két jó lövész. Lézerkard az rajtam is dobott egy kicsit. Kis életerőnk azért fogyott. Ez ilyen titkos helynek tűnt, de kihagyták az itszert, nem volt ott semmi. Mindegy, szóval ezek az atibágok ezek így üldöznek. Régen talán több volt, meg látványosabb, de... Ugye ez a régebbi játék, lehet azt mondani, hogy hát igen, ebben még voltak, de új játékban is sajnos megtapasztaltam. Előfordul. Talán nem olyan gyakori, meg nem olyan sűrűs, de előfordul. Na. Sok-sokan vannak, úgyhogy ez nem volt egy erő taktika így berontani. Valamint láttam előtte felgyógyítani a csapatot, ugye? Csak egy gyógyítást. Csak egy gyógyítást. Még egy kettő. Kicsit beadott a karakterem, már elfogyott az erőm. Az erőm, igen, ez így viccesen hangzik. Na. Kisebb mészállást kell rendezni, úgy látom. Hát ez meg egy szúnyókál békésen jól van. És szúnyókálás közben a földön meg elfordul. Ez már nevezem. És
Srácok, segítenek, én mondani akartam, az életedön fogy. A türelmemmel együtt mondhatnám, de igazából nem így van. Na most nekem emlékeim úgy érjünk, ez az a fertőzött liget. Ezt most csak így mondom, mert megtrémlik. Egyébként nem tudnám, ugye? Nem tudhatnám. Úgyhogy most nem tudom, hogy ez a fertőzött liget. De az is, hogy rosszul emlékszem. Aha, lehet, hogy ez az a rom. Igen. Rosszul emlékeztem, szerencsére vagy nem szerencsére. Ez az a rom, ahogy a látomásom is szólt. Vagy amiről a látomásom szólt, helyesebben mondjuk. Ez a rejtélyes romok. Mondom, nem tudok bevenni, ez zárva, így van. Túl vastag ahhoz, hogy átvágjam a lézerkardommal. Oké. Milyen jó, hogy nem emlékszem mindenre jól, illetve amire úgy hiszem, hogy jól emlékszem, még arra sem. Még több meglepetés maradt számomra is a játékban. Ez egyébként, ez a Jedi erő az egyik első, amit felszoktam venni azért, mert felszoktam, hát olyan sokszor azért nem értettem még játékot egyszer, talán kétszer, de még régen. Tehát az a Jedi erő azért jó ugye, mert nagyon sok ilyen medkitet meg tudok spórolni. Ugye az a játék elején azért elég sűrűn kell használni, aztán ahogy halad az ember, utána már ugye nem is jó sima, csak ez az Advanced, amiből aztán meg kevés van, meg ami van az is drága, meg mit tudom én. Úgyhogy nem árt, hogyha így úgymond manából gyógyítja magát az ember. Ha megszedjük ezt egy manának, de végülis a szerepe az ugyanaz. Igen, csak nagyon felfedezhetnék másik oldalán is felfedezek az előző régiónak, mert ugye azt kihagytam egy részt. Srácok, elég jobb, hogy az életerőm az, úgyhogy kicsit gyorsítani kéne a tempón. Jó, valahogy így gondoltam, igen. Nagyon is a következő adag? Ó, de jó. Hogy az NPC-k társaim agresszívak, vagy nem tudom miért, de... Legyen már erőm gyógyulni, hát nem igaz. Ne. Még mindig van? Na? Talán most elég volt, kicsit. Ilyen scriptelt jeleneteket nem szeretem, hogy megy az ember ugye, és beugrik a nyakába, ami a 20 ilyen kutya így fentről. Az nem annyira előnyös. Itt vagytok nyakam, jól van. Mission is azért kicsit legyengült, úgy látom. Na, ezt a kettőt itt meg kapjuk el. Viszont tényleg visszamegyek a másik régióba. Felfedezem a másik oldalt is. Bár igazából... Csak mindegy, mikor fedezem fel végül is. Úgy veszük. Ilyen kényszeredett alaposság lenne, de... Előbb-utóbb meg fogom nézni is, úgyis. Csak ne felejtsem el. Jó, itt már nincsen semmi megint csak. Mennyien? Már azt mondtam, hogy... Csak szóval... Dög van, de hát végül is... Amit megölök, az sajnos már az. Könnyen sok értelem az ő szakértő bátor volt, de... Csak itt meg társaim, ugye? Igen. Itt is van még kettő... Itt is valahol mászkált egy, azt hiszem odébb. Legalább az erőm egy kicsit gyorsabban jöhetne vissza. Gyerünk már. Egy most kiúrok missionnel is. Elkezdem őket lőni. Mit szóltak így, kedves kutyusok? Ezt a kardot vegyük már ki, mert nem tetszik. Na. Igen. Kárt rohany te is. Kapd el a másikat. És így mellesleg a kérdés is, ha be kell segíteni esetleg. Roman kárt annyira, de nem sérült bele. Meg ilyen valami? Ó, de jó. Srácok, segítettek el, megengedem. Nincs tudottak semmit, ne, azért. Kicsit bénázom, ha is sokat visszalek, nem tetszik. Nagy engem nyírjon ki mindjárt, gyere ugye, na, azaz. Hú, ez egy gyerekes hullavergődés volt. Nézzünk a térképre, aha. Ezt most nem értem, miért... Miért így néz ki ez a térkép. Csak mert ugye az előbb még észak fele mentem. Aztán most
Észak fele megyek vissza, meg mi van? Meg egy csak átnézek a másik felérnek a térképnek. Méghozzá azért, mert hát ott az elején még van valami, kapok egy questet, vagy ilyesmi, ami... Ezt nem hiszem, és visszatermelődnek ide az állatok. Szóval hát, ha kapok még questet, ami miatt ugye utána esetleg itt történnének eventek, vagy bármi, tehát ezt azért megcsinálom most. Ezt nem hiszem el, hogy most itt mindenhol visszatervelődnek ezek a leírtandó vadállatok, ezt nem hiszem el tényleg. Lehet ezen XP-t farmolni ugye, de nem túl izgalmas, úgyhogy... Ja, hát az én oda-visszajárkálások, azt most látom, ez egy élmény lesz. Szerintem kezdenek fejlődni régi emlékek, hogy én hogy utáltam ezt a bolygót. Akkor ezt így már most el kiabálni, de sajnos ez a tippem. És meg menekül. Hát... Ha már keményked, Csocsi, bevadulsz, meg megtámadsz, akkor gyere. Na. Azt nem tudom, hogy olyan szögben van nézve, akkor nem látszódik, vagy bagos és eltűnik padokba. Nem furcsán nézett ki. Azt mondja, hogy az délnek. A romok. Délnek. Jó, tehát akkor... Az agyamban más nézett ki a térkép, de igazából így már érthető. Hogy mi a helyzet. Jó, és akkor itt rögtön átjáró. Fel kéne gyógyulni, az itt a helyzet. A Telegrounds, ez meg hova visz? A Souls. Jó, hát mégis. Az a tippem ugyanaz a térkép, csak a másik fele. Aha, igen. Jó. Gyanítom, csetepoté lesz. Lehet, aha. Lehet, hogy egy medkittel megtámogatom magam. Sőt, még egyen. Mentsük egyet, és akkor nézzük meg ott mi a beszélgetés tárgya. Csak úgy sejtem, hogy itt valami lesz. Mandaloriai. És Duros harcosok, aha, róluk beszélt. És egy farmer. Hát, tippeljük meg, mi történt. Mi fog történni. Hát, mivel megint nem szerek pénzt, azt hiszem, hogy elveszük, ami nekünk jár. Kérlek, vigyétek a feleségem, gyerekem, bármit. Fú, de kedves volt. Feleség, gyerekek, ha? Öltetnek hangzik. Kedves nagyon a srác. Srác idézőjelbe. Na jó. Ölülni fog, tehát ő nem fog ide szaladni, gyanítom. Nyomok rá egy sima frag grenédet. Ötszerűen nem, mert ránézésre tűzerőben erősebbnek tűnik, aztán meglátjuk. Mi van a sniper shot? Jó, akkor legyen ez. Kárt... Ja, nem. Na. Ő a kárt, igen. Összekeverem itt a karaktereket, jól van. Improved Power Blast Attack. Hát akkor Improved Power Blast. Lássuk. És illetve, hogy fel kellett volna nyomna, még ezt elfelejtettem. Nyomna fel a shieldet. Na, ez az. Most pedig támadj. Nem támadsz most. Na, mi van? Egész szó vissza ütögetem itt a lövedékkel, és hát kivédem, hogy nézem. Ez tetszik. Felvettem egy ilyen képességet. Aha. Szerintem itt valami bosszú állásom meg lett, vagy nem tudom milyen quest, melyik volt az ugye, pontosan. Hát igen, ezek már nem jelentőnek olyan nagy erőt. Másikat leszették meg, de ott meg szaladgált egy, úgy tűnik. Itt van egy hátizsák, nézzünk bele. Ez szokásos, de hasznos dolgok. Ez jó olyan. Mert olyan nem volt valami, de volt bizony. Blaster, hát kb. Blaster karabiner, vagy nem tudom mi ez. Nézzük meg mondjuk kártot. Egy 812-es. Hú. Jó, tehát ez ilyen kétkezes tukker lenne. Az Max Kendrő az ordót érdekelheti, de kártot valószínűleg nem.
Úgyhogy akkor itt az ennyi. Át lehet itt menni valahova, kérdezem én. Tűnik, hogy igen, de először ezt a részt... Ó, Istenem, hogy mennyire gagyi ez, mikor elakadunk egymásba, ráadásul láthatatlan falban akadunk el. Idegesítő tud ez lenni? Próbál ki körbe jönni. Na, itt lesz az a liget, most micsoda? Ez a kristályos dungeon. Grove, aha, azt hiszem ez az, az a... Sőt, nem csak azt hiszem, elég biztos. Itt körbejárom, hogy ne legyen ilyen kérdéses hely a térképen. Oké. Okay. Nézzünk akkor be. Nem tudom, az a Grove az most az a liget, vagy mi lehet pontosan. Mindjárt kiderül. Lássuk. Húha, hát... igen. Rögtön jönnek a fertőzött állatkák. Kezdjük egy gránáttal, így lazán aztán. Így van, ne lacafacázzunk. Ezek is sokan ugrottak a lövészekre? Ajjajjajjajjaj. Egyelőre még bírják, bár mission az talán annyira nem. Hát csak egy kicsit bele kéne húzni. Mission nyomjál egy medkitet, légy szíves, mert maradsz. Na, nyomjál egy medkit. Jó, már nyomja, oké. Okay. Szedtük a hátából, jött el a szedjük, mindjárt, ugye? És az nem remek el most. Túl végén a költöző csatát, a csapást kb. Meg kellett ez a heal. Jó. Gyöntöm az ilyen kis transit zóna rész itt. Ott meg lesz az liget szerintem, miért jöttünk, ez hol vezet. Sandra Grounds, szerintem az a telepes családokból az egyik, ha jól emlékszem. Ők ezek a repkedő rányák. Bolúk, vagy kicsoda. Érdekes, nem tudom, hogy kívül meg mit csinál itt. De mindjárt meglátjuk. Úgy érzem. Tanítvány, nagyon jó az időzítésed. Ki vagy te? Bolúk vagyok, egy Jedi. Menedékből. Jedi tanács követ, hogy kivizsgálják egy gyilkosságot, ami itt történt néhány órával ezelőtt. Ő fogja kizárni ezt az ügyet, vagyis a rosszat akarta. De most, hogy itt vagyok, itt lenne egy jó lehetőség, hogy demonstráljam, hogy milyen, hát mennyire tanultam meg a tanításokat az akadémián, ugye. Még nem vagy egy teljes értékű Jedi, ugyan, de segítheti nekem elrendezni a dolgokat és kitalálni az igazságot. Mit szeretnél tőlem? Hallgassam a két szemtanú, vagy most nem tudom melyik meséjét. Van egy droid is, ami az archívumokhoz hozzáfér. Ő is használja majd a bölcsességét és tapasztalatát, hogy segíthessen egy kicsit, de nem fogja megoldani helyettem az ügyet. Ahogy annak nem sok értelme lenne, hogyha ő is csinálna az egészet. Ellenőrizzem az információkat, amiket az emberek mondanak, és ha megvan minden bizonyíték, amit akartam, stb., akkor nézzük át a forgatókönyvet vele együtt, amit ugye igen, amit végül is én kitaláltam, lehetséges forgatókönyvet. Hogyha nem tudom megállapítani az eredményt, akkor pedig maga fogja megoldani az a lényeg. Ez a három ember volt kint a mezőn együtt korábban, mielőtt kitört itt a nem tudom micsoda.
Nagyon furcsán találom. Igen, hogy a... Aha, tehát a felszakadás. Ugye ilyenkor menedéket találna az ember minél korábban. De ez nem illik rá az esetre. Calder Nettik, Hubbard lövő egy Blaster Rifle-lel. Megtalálták nem messze tőle, vérnyomokkal a fegyvert, amit visszaküldtek analízisre. A másik két embert találtak még a helyszínen, amikor ő megérkezett. Egyik Handon Gould, fegyvertelen, a másik pedig Ricard Lusoff, aki egy ilyen vadászó valami lézert itt magával. Mindkét ember azt mondta, hogy nem csinált semmit, és hogy amikor odaértek a testhez, mindig a másik a gyomsítja. És hát valószínűleg több van az egészben, mint amit elmondtak, ugye? Mi más kéne még tudnom? Még egy utolsó dolog, amikor megérkezett Handon, az oldalát fogta, és Ricard pedig a, nem tudom, egyik lábára támaszkodott. Bármi más van szükséged, itt marad, hogy amíg kihallgatom a szemtanúkat. Jó. Remélem naplóztak mindent, igen, mondani akartam, mert most nem emlékszem, mi volt. Ez érdekes lesz. Tehát foglaljuk össze, mi az, amit tudunk. Igen, nem ez a legérdekesebb dolog az ügyben, hogy ugye nem vonultak el az eső elől. A halott Calder Nettik, hátba lőtték egy Blaster Rifle-lel, amit nem messze tőle megtaláltak vérnyomokkal, ezt visszaküldték ugye analízisre. Két másik ember volt még a helyszínen, Handon Gould fegyvertelenül, és Ricard Lusoff, aki egy ilyen vadászó valami lézert, egy vadászlézert elmutatja, hogy is vitt magával, az volt nála. Minket azt nem csináltak semmit. Mindig másikat hibáztatja. És még egy utolsó dolog, amikor megjött Handon, az oldalát fogta, Ricard pedig az egyik lábára támaszkodott, ha jól értem. Ricard volt, aki a lábára támaszkodott. Ő volt az, aki egy ilyen vadász valamit vitt, és a fegyvertelen pedig az oldalát fogta. Ő volt ez a Handon Gould. Jó. Nézzük a droidot, hogy... Nem is nézzük a meséket először. Ricarddal kezdjük, igen. Ricard Lusoff. Másik Jedi? Gondolom ezt a tüleket segíted a nyomozásban. Ricard Lusoff vagyok. Remélem, hogy megold az ügyet és végre elúszhatok innen kb. Meséld el, mi történt. Iriás tudáztam kint, amikor megláttam valakit itt a hídnál. Előkaptam a fegyveremet, becéloztam. Lőttem, elterült, idejöttem és megtaláltam Handont Calder teste fölött. Úgyhogy küldd ezt a Handont a börtönbe, ahol való. Ezt is nagyon észre tettem. Még egyszer. Iriásra vadászott. Amikor meglátott egy, aha, tehát egy Iriászt látott meg, én mondtam hülyén. Az Iriászra vadászott, meglátott egyet itt a hídnál, meghúzta a ravaszt. Nem nagyon látta, mert a nap a szemébe sütött. Lőtt, elterült, idejött, és akkor látta, hogy Handon Calder teste fölött áll, és hát biztos ő volt az. Na most az Iriász, az itt van a hídnál például, amit ő lelőtt. Ez a holttest, aha. Vizsgáljuk meg. Hát hol lőtték le egy blasterrel. Aha. Jó, hol a másik fickó? Handon Gould. Üdvözlet. Biztos, te segített Baluk mestert. Handon Gould vagyok, talán már hallottál rólam. Kellett volna, nem? Hazugság. Ó, persze, Mr. Gould. Kellett volna? Azt hiszem, figyelme a körülményeket, nem? Gondolom, hallnak rá a történetet. Nem túl sokat tudok elmondani. Bizonyára egyetértesz, hogy Ricard volt a tettes.
Itt volt kint, futott, igen, futott, sokszor csinálja ezt, kínálhatja a speedereket, nem is használja őket, ezt tartja formában. Futott, hallott egy lövést innen, ide futott és látta, hogy Calder halottan fekszik. Látta a gyilkost. Látta, hogy délről Rickard kilép a sziklák mögül, és tudta, hogy valami baj van, és azonnal hívta az enklévet. Ez a sztori. És akkor most tartóztassam, hát ezt nézzük meg újra. I was out running on the other side of the bridge there. Hát a másik oldaláról futott a hídnak. Remélem, hogy kell bebonyolni az irányokban meg ilyenekben. Most eddig nem lettem sokkal okosabb. Igen, én segítek a mesternek. Vannak infói, blablabla. Van már pár információ, amit megszerzett az emberkékről. És hát volt ideje tanulmányozni a testet is. Szüsimben van valami információ, persze. Mit találtál a testről? Valószínűleg 3 órával ezelőtt ölték meg, egyetlen lövéssel a felső testén. Nem sok minden. Mesélj ezekről a... erről a síkságról. Igen, így azok nem annyira vadak, cathoundok még inkább. Jó sok támadás volt cathoundoktól emberekre. És azt javasolták, hogy mindenki vigyen fegyvert magával, hogy biztonságosan tudjon itt mászkálni. Hát nem a legjobb hely ugye a futásra, főleg nem fegyver nélkül. Jó, mondod, hogy a testről meg megkérdezem, gondolom nem. Jó, majd később még kérdezek, mondjuk ennél több infót is mondhatott volna igazából. Balok mester, foglald össze, légy szíves. Nem, mi történt? Ugyanazt mondja, jó. Honda mondta, hogy közel volt és hallotta a lövést, odafutott, és azt látta, hogy Calder már halott. Igen, és Ricardo kilépett a sziklák mögül egy blaster a kezében. Ricardo azt mondta, hogy Riazra vadászott. Látott egy drámatot a naptól időt, és ennyi. Lehet, hogy Ricardo vetülötte meg igen Caldert, és Honda találta meg. De ez nem valószínű. Valószínűleg inkább egyik hazudik. Nem tudom. Tanulmányozom a cuccokat. Tere. Jó. Nem van. Tehát akkor, mert is voltál itt kint? Napi, nem tudom, erősítést végezte. Futott, amikor adta a lövést, ide futott, látta, itt van a test. Gyakran szaladgálsz itt a síkságon? És futsz ugye, hát. Igen, viszont gyakran. Na, kinyomhatja a speedereket, szeret futni. Épp testben, épp lélekkel, be, igen. Az oldaladat fogod, esetleg megsérültél? Nem, megsérülni? Ó, nem, persze, hogy nem. Miért sérültem volna meg? Fit vagyok, mint egy banta. Ha, igen, futok. Nem is tudom miért. Nem is tudja, hogy mondta el. Oké. Okay. Kérdezünk valami mást. Mit láttál, mi történt? Ezen nem láttam semmit. Hit túloldalán voltam, hallottam lövést, idejöttem. Meglepődött a testről. Mikor idejött, akkor lett egy kilép a sziklák megül a Ricardo egy kicsit. Jó. Jó, hát minden... na. Kis rizsa, remélem jó döntést hozok, stb. Blablabla. Jó, kérdezz meg a másik emberkét, mit mond most, Ricardot.
Mit lett, ami történt? Írja az ravadászott innen délre, látott egyet a hídnál. Nem nagyon látta a tisztán a napsütéstől. Akkor idejött, látta, hogy Handon itt áll, folyó az oldalát. Nem volt itt egy Iriász, nem látta már, talán ő kapta el. Hát azt mondja, Kader, és biztos vadászott, mert hogy nála is egy fegyver volt, illetve hogy ott volt egy fegyver a testnél, ugye, ami az övé volt. Az övét meg lefoglalták, amit nem vissza akarna. Jó. Miért is voltál itt? Mondtam már, nem? Iriászra vadásztam. Nem sokat látott erre mostanában. A kethandok miatt, de még mindig van belőlük. És végig látott egyet, lőtt, elterült, mert kicsit időjött, akkor itt állt Handon a test fölött, és az Iriász nem volt sehol. Nincs közöm az egészhez, mehetnék már végre kb. Kérdezzünk más valamit. Mert is voltál ki, azt mondom, kérdeztem. Boruk azt mondta, hogy sátítasz, jól értem, megsérültél? Hát most kifutott a bokája, mikor kifutott a bokorból, miért megtalálta a testet, de semmi komoly. Ez is elég komosan hangzik. Mit kerestél itt kint? Mondtam már, ilyen szóra haláztam. Tere. Jó. Kérdezzük a droidot. Kell-e más info? Hát nem ártana. Igen, azt mondja. Tere. Nem sok új. Akkor amíg a mester majd mond valamit. Mester, please help. Hogy fel a nyomozás? Mondd már létszik, mi volt itt. Itt voltak korábban. Igen, nem köszönöm a nevéket. Jöttele. Egyik Handon Gold, fegyver nélkül, másik Ricard Lusov, egy lézerrel, amit lefoglaltak. Azt mondja, nem csináltak semmit. És megtalálták a hullát. Egymást gyanúsítják. Igen, az egyik oldalát futta, a másik sátított. Folytom nyomozást. Hát, tök jó. Jó az a nyomozás, csak nem nagyon haladok vele. Kéne valami új információ. Hát, hol lőtték le, nézzünk körül. Igen, mondja, hogy elhagytad a zónát, de akkor nincs más változás, mint megmondani a Jétanásnak, hogy nem volt meg a kellő tudásod, hogy megold ezt az ügyet. Nem fogok elmenekülni, úgyhogy csak körülnéztem, ne. Van még olyan lehetőség, hogy beszéljük meg az ügyet. Oké, kezdjük az elején. Lépjük az igazságot, blablabla. Andor azt mondta, hogy közel volt, hallott egy lövést, ide futott, és Kaldert halottan találta. Rickard pedig az árnyékból jött ki. A fegyverrel a kezében. Rickardnak azt mondta, hogy Iriászra vadászott, látott egyet, a napszemvesített és lőtt egyet. Opa! Van még hazudik, de... olyan melyik? Még nem tudom. Ugye gyanús, hogy itt a napsütés, meg árnyék, meg izé-mizé. Kérdés, hogy volt itt az Iriász is, igen. Hát, nekem az a gyanúm, hogy Handon hazudik. Actually, I didn't see anything.
I just got here when I saw Rickard coming out of the rocks holding his blaster. I was terrified. I had no idea what he was going to do, so I hit my master. Baloo came out here with his droid and started questioning. I hope that you'll be able to make a more. I was taking my daily constitutional. I just had. Yes, quite often. A healthy body will breed a healthy mind. Injured? No, of course not. Hát igen, letagadja a sérülést, ez mindenképpen gyanúra ad okot, illetve hát a sztoria igazából se kerek, szóval nem tudom, hogy hol kéne őket megfogni, megmondom őszintén, Handon. Handon, hát... My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 3 hours ago by someone. Is there any other... These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Iriars are mostly docile, but can eat. There have been over 35 catalogued attacks on settlers by cat hounds in the last 2 weeks. A general advisory was given out 3 days ago to carry a weapon. Ez is gyanús, hogy egy fegyverviselést javasolták, és a kedves futóbarátunk elvileg ugye nem volt már fegyver állítólag, azt mondta, jól emlékszem. Viszont a szemtanú látta, hogy egy fegyver volt a holttest mellett. Másik emberke mondta. Igazából itt Handon körül szerintem itt gyanúsak a dolgok. Hopp, várjunk csak. Igen, a másik ugye, viszont hogy azt mondták, hogy felhős idő volt. És kedves vadászunknak meg szemébe sütött a nap. Ugye bár, Rickard, jól emlékszem, ezt mondtad. Vadászott, és a nap szemébe sütött, így van. Hát, ez akkor... A mester mondta, hogy felhős idő volt. Úgyhogy a mester tuti nem hazudott, tehát kedves barátom Rickard, szerintem te hazudsz. Beszéljünk az ügyről, igen. Rickard hazudik. Miért gondolod ezt? Nem voltak erre írja azok, hogy rávadászol, ez nem igaz, mert lehettek. Így van. Felvés volt az idő, tehát nem lehetett, hogy a nap elvakította. Harmadik, hát bunkó volt velem. Negyedik, igazából még átgondolom, legyen ez, hogy felhős idő volt. Így van? Szép munka. Elég felhős volt az idő aznap reggel. Ha úgy történt volna, hogy Rickard mondja, akkor nem is lehetett volna látni a napot kb. A gyilkosság idején. Úgyhogy rajta kaptam egy kis hazugságot Rickardot. Valószínűleg jól sejtettem, hogy tudsz segíteni ebben az ügyben. Persze ez a kis hazugság még nem bizonyítja, hogy Rickard a bűnös. De megtettem az első lépést, hogy felderítsem ezt az ügyet. Oké, haladjunk tovább. Motivációt kell találni a gyilkosságra. Beszéljek az emberekkel az áldozatokhoz kötött viszonyukról. Bármi van, akkor itt van, és többi, oké. Na. Rickard, mesélj csak. Aha. Ismerted az áldozatot? Igen, ismertem. Jó hosszú ide ismertük már egymást. Nem mintha ettől meg kedvelte volna. Talán nem kéne olyan szigorúnak lennem vele, de főleg, hogy most már halott, ugye. Egész jól kijöttünk többnyire, de volt néhány nézeteltérésünk. Üzlettársak voltak, és hát valamiféle szállítmányokban voltak benne. Mehetek már, bla bla bla. Kérdezek valami mást. Miért akarta volna valaki megölni őt? Elkiszállottak a Jedik, mindig olyan nagyobb dolgot sejtenek a dolgok mögött, amikor egy egyszerű dolog is ott van az orruk között, azt se látják. Hát Handon volt, ő állt a testnél, aztán kész. Nem is érti, hogy miért kell ezt ennyire húzni kb. Igen, majdnem olyan elveszettnek tűnök kb. Mint ez a Boluk figura, ugye a mester. És így lazán. Na, sérülésre mit mondasz? Ugyanaz kifizetett a bokája, kilépett a bokorból, oké. Okay. Üzlettársi dolgról mit is mondta, végét nem láttam pontosan. Az Aratek számára szállítottak cuccokat. Az Aratek boltjában már voltunk, ugye ezt tudjuk. Kérdezzük meg a másik verziót. Handon Gould. Mit tehetek érted, és olyan segítetek, köszönöm, hogy ismerted az áldozatot.
Kicsit ismertem, de nem jutott volna, hogy haverok lettünk volna, vagy ilyesmi. Igazából nem is akartam nem vele haverkodni. Volt egy bizonyos hírneve, hírhet volt. Problemás, hogy veszélyes család, nem tudom. De hát nem, mint hogyha lett volna bármi oka, hogy megölje kb. És ez az senki nem mondta, hogy te ölted meg még. Ó, igen, elnézést. Miért kell itt maradni? Nem látott, hogy Ricardo volt az? Na, kérdezgessünk még egy kicsit. Miért akartam valaki megölni? Hát tudod, Calder benne volt pár komoly dologban, komoly üzleti dologban. Még a Huttal is, egy háttal is kereskedett, ugye, itt a Dantuinon. Alig ismertetett hazargolnék, hogy ölte meg, egyszer-kétszer látta, csak igen, hallott róla pár dolgot, de semmi, amitől megölte volna. Senki nem mondta, hogy megölted. Igen, ugye ez duma. Kérdezzük rá a droidnál. Igen, mi van a teste? Ugyanez. Mit tudnál mondani Calderről és Ricardról? Részeg randolyozás volt. Aha. Erlusov megvádolt társát, hogy átverte a bizniszben. Az az Erlusov, az mondom, a Ricard volt Andonnal kapcsolva, mi a cucc. Mr. Nettik and Gould speedert béreltek. Ami azért érdekes, néhány hete. Mert azt mondta, hogy alig látta ugye Handon, hogy ezt tudja kb. Ki ez egyszer kétszer látta haltról ezt, az bla bla bla. Tehát akkor ennél valószínűleg több volt. Nézzük csak át, mit mondott a másikról. Az a Ricard, ugye az Aerosop, azt hiszem. Megvádolt, hogy átvertőt ez a nették, így van. Jedi Tuka Jedi ment ki és hetelt rendet. Mr. Nettik, az volt a Nettik. Mondom volt. Kárul Szofia, az áldozat volt, bocsánat. Tendon Gould, igen, a Gould, a másik fickó, igen. Hát öcsém. Azt mondta, aha. Jobban ismertette Caldert, mint amennyire beismert. Tehát hiszen együtt béreltetek egy speedert. Ráadásul azt mondta, hogy a több speedert soha, ó, hát ő fut, utálja a speedereket, Na szóval, mondjad csak. Hát igen, ez motivációs lehetett, de biztos tudok, hogy ez nem volt az. Nem kedveltem Caldert, ez igaz. Jobb bevertem volna neki egyet, lett volna rá lehetőségem, de nem öltem meg. Miért vertél volna be neki egyet? A feleségem megcsalt vele. Saját ányomban aludt vele, miközben a másik szobában voltam. Bár gyűlöletre nem ölte volna meg. Talán a saját hibája volt, hogy a feleség eltávolodott tőle. Nem vette volna a saját kezébe az ítélkezést. Csak azért futkározott kint, kirisztítsa a fejét, nem azért, hogy itt valaki után lopokodjon és megölje, a futás pedig nem bűn. Biztos azért akartad megölni, mert a feleségeddel hetyegett. Igen, hát ott van neki, de nem volt volna meg. Calder, Mr. Nettik nem volt túl kedves fickó, főleg nem vele, meg a családjával. Hetek óta gyanakodott, nem volt bizonyíték a két nappal ezelőttig. Amikor... Igen, ugye a szöveg... Jó. Másik fickónak is tudnám itt mesélni, ott mi is volt a nem kerek. Igen, azt hittem, hogy átvert Calder, ugyebár. Nothing. Többi vászt nézem.
Mit voltál ott, mert igen, mondjuk ezt. Igen, nem szeretem Caldert. Partnerek voltunk az üzletben, kb. Az utóbbi 20 évben, és egész jól megvoltunk. Tagadhatod, de hát nem volt, ezt nem értem, de Sutton nem volt jó viszont köztük. Jó. Ez érdekes volt. Now I don't love Calder, but we go back a long way. We run a suborbital ship and we've been partners in that business for well over 20 years, and we've been doing just fine. Yeah, I knew him. Hell, we've known each other for a good. Maybe I shouldn't be so hard on him. Nézem csak, hogy van-e valami a szövegben, amit most így elsőre. We were involved in some orbit degrees. Can I leave them? Nem dolgoztak, igen. Now I don't love calls. We've been. Jó. Én is mondok még egyszer. The Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Magic and Mr. Bull. Is there any other information you need? According to the municipal authorities near the Garan spaceport, there had been news of violent drunken activity in the cantina. Vissza kontinuál aktivitás. Mr. R. Lusoff was making accusations at a Mr. Skizlet. Hát, ezt most nem mondanám meg, hogy kinek van igaza. Hoppá. Jó kérdés. Nem figyeltem eléggé. Nézzük, mester mit mond. Mesélj, mi történt. Igen, az itt már tudjuk, háborodték egy Blasterrel. Érnyomok voltak a fegyveren. Én mindig az a hand van gyanúsabb nekem igazából. Hand van, aki nem vaj ebbe, hogy lebetegedett, és hát megsebesült. Kerekíti a sztorit a speeder bérlésről, miközben azt mondta a speedert nem is szereti, stb. Gyanús ez az egész. Beszéljük meg az esetet. Igen, Hendon azt mondta, hogy ismerte az áldozatot. Rickard ismerte, voltak üzletügyeik, de voltak eltérések, nézeteltérések is. Igen, Hendon hazudik. Valószínűleg csak lopakodott a fickó után. Tudta, hogy a felesége a fickóval csalja. Hát ő, hát gondolom, várjunk csak. Rickard hazudik. Üzleti dolgokon marakodtak, nem tűnik üzletembernek, idegeimre megy, igazából átgondoltam. Az a baj, igen, egyik sem az a perdöntő. Szóval egy Tiriasra vadászott, nem volt jó. Like I said before, I don't have a speeder cap megnézni. Úgyhogy speeder, várjuk csak. Szerintem volt egy speeder is. Jött az oldaladban? Semmi, megint komúzol, jól van. Miért volt elétként? Edzett, igen. Yes, quite often. A healthy body will breed a... Ez hazudik, hát itt a speeder beszél, aztán speeder bérelt, meg arról, hogy jaj, ő nem bérel, mert fut, meg mit tudom én. Nem tudom, valamit fogjunk már a mester, hát nem igaz. Hendon hazudik, tudom, csak nem tudom, hogy mire vádoljon meg. Tudta, hogy megcsalta a feleség a fickóval. Igen, ez motiváció lehet. Kezd el akkor tölteni az ügy, de nem szabad, hogy túl gyorsan ítéljünk. Fókuszáljunk a gyilkos fegyverre most. Találtam akkor az információt, amit a droid talált róla. Bármi van, akkor szólja. Oké, a droid mesélj a gyilkos fegyverről. Na.
Mesélj a gyilkos fegyverről. Nem kvadré a fegyver, annyit tud. Ez ugye annyiból árulkodó, hogy Ricardnál volt egy fegyver, a sajátja. Nem is Calderé volt a fegyver. Tehát ha csak nem Ricard gyűjtött be maga mellé egy arzenált, akkor mindenképpen Hendonné kell, hogy legyen a fegyver. Kérdezzük össze Ricardot. Mit tudsz a fegyverről, amit a test mellett találtunk? Ez a fegyver? Soha se láttam. Calder inkább az Echani fegyvereket kedvelte. Az volt, amit mindig használt, vagyis volt neki egy, amit mindig használt. Mindig is azt szerettem, hogy neki is legyen egy olyan, de ez nem az. Neki csak egy fegyvere volt, úgyhogy kölcsön kérhették, hogy ez másé lehet. Oké, egyelőre ennyi. Hendon barátunk, nem esély. Mit tudsz a fegyverről, amit a test mellett találtunk? Aha, most egy lopták el tőle, Hát, tehát ellopta találtak a fegyverét. Mindenkinek van egy fegyver, nagyon vigyázzál, stb. Gyerülne, hogy visszakapná a fegyverét, stb. Hát ez így eléggé. Fussukát még egyszer itt vászolt, eléggé gyanúsnak a mezik, igen. Ellopták a fegyverét múlt héten. Sosem tudta, hogy mi történt vele. És épp hogy csak megengedheti magának, hogy legyen egy fegyvere. Nem, tehát hogy... Azt mondja, az ő fegyvere. A robot nem mondta valami infót még egyszer. Aha. Jelentették-e, hogy Hendonnak ellopták a fegyverét? Keresed, de nem talált egy jelentést. Mr. Gould, mit jelent ebbe? Jó. Nézzük át még egyszer. Igen, tehát ugye kereste ezt a riportot, de nem talált ilyet. Miért is nem találtunk ki a riportot, kedves barátom? Na hát maradjunk annyiba, igen. Ha annyira fontos lett volna ez a fegyver, akkor szerintem bejelentetted volna az eltűnését, kedves barátocskám, Hendon. Úgyhogy szerintem Hendon hazudik. Viszünk az ügyről. Igen, Hendoné volt a fegyver, és hazudott arról, hogy ellopták, vagy Hendoné a fegyver, de azt jelentette, hogy el lett lopva. Bejelentette, hogy ellopták. Tudjuk, hogy nem jelentette be, tehát az első verzió, vagy a fegyver nem tartozott az áldozathoz, ezt, igen, ezt már tudjuk, hát az első. Szóval Hendont rajta kaptuk egy hazugságon. Érdekes, de mi van utolsó darab a kirakós játékban. Volt egy kis vélnyom, amit visszaküldtek analízisre. Megkérdeztem a droidot erről. Az fontos információ, hiszen itt sérülések is voltak, úgyhogy ezt össze kell rakni, így van. Mesélj a vérmintáról. Megkapta az eredményt. Nem a Calderé a vér. Sajnos volt egy baktérium szennyezés, és azért nem értelmezhető a vérmintánél pontosabban. Csak annyit tud, hogy nem Calderé volt a vér a fegyverem. Tehát valakinek a sérüléséből származik magyarul. Jó. Úgyhogy most már csak a sérülésekről kell kérdeznünk a két jó madarat. Ricard, mesélj! Well, kind of spring. Right.
Ja, a sántítás az mondjuk nem jár véles alapból, azt mondom, hogy az hát oldalát fogok, csak letagadta. Oldalad, ami van? Hát hazudik róla. Szerintem ő volt Hendon. Hendon vére. Igen, mi van a vérmintával, nem az áldozaté volt. Meglepő, tehát valamelyik másik ember ez, de kihez tartozott. Hendon vére. Miért gondolod? Fogja az oldalát. Úgy lehet, hogy mégse Ricardé volt. Már hazudott, sántít. Megvághatta magát a szikláknál. Hát... Szerintem Hendon fogja az oldalát. Elég furcsán mozgott, miután megérkeztünk. Talán jobban meg kell néznünk őt egy kicsit közelebbről is. Hey, mit csinálsz? Mit csinálsz? Vér. Úgy tűnik, hogy egy blaster ütött a sebtől szenved. Ez pedig dolgosnak tűnik. Hendon megölte Caldert, amiért a feleségével csalta. Ricard itt volt vadászot, és véletlen megölte Hendont. Miután megölte Caldert. Igen, tehát... Még egyszer, azt mondja, Hendon megölte Caldert, amiért az csalta a feleség, tehát a feleségé, na, a felesége csalta Hendont Calderrel. Tehát Hendon megölte Caldert, Ricard pedig itt vadászgatott, és véletlenül meglőtte Hendont, miután Hendon megölte Caldert. Értitek? Remélem mindenkinek világos. Első, igen, szerintem is ez történt, második nem, Ricard a bűnös. Harmadik nem, mindketten bűnösök. Fogadjunk nem, mert itt pedig nem ártott volna, mert most lehet, hogy már hülyeséget magam nem lehet észre csinálni. Ez logikus forgatókönyvnek tűnik, kérdés, hogy mi a többi verzió, amit most nem látok. Mondjuk azt, hogy nem, mindketten bűnösek. Legtöbben belemítnénk egy következtetésed, de mi nem vagyunk átlag emberek, nem Jedik. De szeretnék tudni, hogy miből gondoltam ezt. Tudjuk, hogy Calder meg viszonya volt Hendon feleségével. De mi motiválhatta Ricardot? Neki is viszonya volt Hendon feleségével. Ki akarta rabolni Caldert. Ricard azt gondolta, hogy átveri őt, Calder. Így van, mindkét embernek voltok arra, hogy megölje Caldert. Ez az elmélete. Mindegyik fickó itt volt, hogy megölje. Mindketten azért jöttek reggel ide, hogy megöljék Caldert. Hendon találta meg először, meglőtte. Rövid azután jött Ricard. Aki azt hitte Hendonról, hogy Calder, úgyhogy lőtt. Bosszúból, amiatt szerint átverte az üzletben. Hendon eladotta a fegyverét, amit megtaláltuk utána véresen. És azt hitte, hogy Ricard meg akar törölni őt, tehát hívta gyorsan a segítséget, hogy meg tudja győzni a hatóságot. Igazából eleve Ricard volt a gyilkos. Lehetek átkozottak, ebből elég. Mindketten bűnösök vagytok gyilkosságért és gyilkosság kísérletért. Jó, igen, hát ki miért, na tök mindegy, de ilyesmik a vádak, igen. Mindkettőtöket letartóztatlak a Jedi tanács nevében, és elszállítanak azonnal a Jedi menedék létesítményébe. Az én börtönébe, kb. Nem tudom. Nagyon jól teljesítettél, jól megtanultad a leszkédet, biztosítani fogom a tanácsot a kitűnő teljesítményedről ebben a tesztben. A kitűnő nem volt ott, de oda képzeltem, mert hát miért ne? Biztos volt teljesítettem, tök jó. Na azt mondja, egész jól csináltad, ki tudja, talán még egy egész jó Jedi lesz belőled, mondta Kárt, milyen kedves. Legyen szép napod, és az erő legyen veled.
Nem tudjuk, hogy valóban ez volt a megoldás, vagy igaz volt, de ez volt a mi kis megfejtésünk az ügybe. De jó sok XP-t kapta, az viszont feltűnt. Kárt lépje a szintet, légy szíves. Ez teljesen jó. Rapid shot, nem egészen biztos, hogy azt szeretném. Ha nem mondjuk Blaster Rifle. Várjunk csak. Blaster Pistol. Blaster Rifle. Heavy Weapon, ez nem Heavy Weapon szerintem. Nem is Melee Weapon. Hát... mentő dobások, akár lehet, hogy az. Empátia felesleges. Ez is felesleges. Hát ez akkor is a mentő dobások rét, mert annyira sokkal nem... Simon Blasterekre pakoltam neki, maximum ez a szívóság, meg ez a mentő dobások, amire pakolnék igazából. Jó. Úgy érzem, hogy ez így első nekifutásra hogy nem is volt rossz. Kicsit hosszúra nyúlt ez a nyomozási videó, azért remélem, hogy érdekes volt számotokra. Úgyhogy akkor innen folytatjuk Dantooine pusztájának és síkságának a felfedezését. Hagyjatok velem legközelebb is, addig is, sziasztok!